A McCarthyizmus valójában harcias amerikanizmus. Joseph McCarthy. Én lehettem volna a világ legnagyobb feltalálója. Az összes találmányom közül a kocka volt az, amely örökre megváltoztatta volna az életünket. Ha valami ilyen értéket képvisel, azt mindenki meg akarja kaparintani, de egyedül én voltam a birtokában. Ezért az egész világ összeesküdött ellenem. Voltak pillanatok, amikor önmagammal is harcban álltam. Most elmesélem a történetet az elejétől a végéig, úgy, ahogyan én láttam. Nekem már csak ennyi maradt, hogy tudom az igazságot. És ezt senki nem veheti el tőlem. Elme. Magyar hangok. Seder Gábor. Szabó Zsejke. Gubányi György István. Kajtár Róbert. Szabó Endre. Gyurin Zsolt. Vég Ferenc, Téglási Judit, Élő Balázs, Forró István. Fényképezte Nick Sadler. Zene Jasper Randall. Könyv Hansen Smith. Írta és rendezte Nicholas Peterson. 5 évvel korábban. A Coca-Cola támogatásával bemutatjuk az ifjú feltalálók vetélkedőjét. Ma este megünnepeljük versenyünk győztesét, Paul Leonettit. Szülei elmondása szerint Paul kreatív elméje már gyerekkorában megmutatkozott. 7 éves volt, amikor szabadalmazták első találmányát. 12 évesen szülei kivették az iskolából, és a világhírű mérnök Vladimir Kozlov tanítványaként folytatta munkáját. Ma este ünnepélyesen átadjuk neki a Coca-Cola ifjú feltalálók versenyének fődíját. Gratulálunk a sikereihez, Paul! Külön dicséretet érdemel, hogy a találmányával az volt a célja, hogy jobbá tegye a világot, amiben élünk. Meséljen nekünk a munkájáról. Köszönöm, uram. Nos, én azt vallom, ha már itt kell élnem ezen a bolygón, teljenek hasznosan az itt töltött évek.
Szerencsémre e csodálatos országban felelős kormányunk nagybecsületnek örvendő köztisztviselői áldozatos munkájukkal megteremtették a biztonságos élet feltételeit, amely nagyban hozzájárult tudományos munkám sikeréhez. Mindezért nagy hálával tartozom édesapámnak, akit mindig is példaképemnek tekintettem. Este látlak, ugye? Igen. Én bízom benne, hogy sikereim másokat is szorgalomra inspirálnak majd. Szeretnék köszönetet mondani mesteremnek és jó barátomnak, Koszlov professzornak. Feladta a karrierjét a Szovjetunióban, és Amerikába szökött, ahol most a kommunizmus ellen harcol. Az ő példája is bizonyítja, hogy a szabadság eszményét származástól függetlenül mindenki magáévá teheti. Az ő iránymutatása meghatározó volt munkám során, nélküle biztosan nem tudtam volna ilyen eredményeket elérni. Nos, köszönjük. Munkájával sokak életén próbált könnyíteni. Most itt az idő, hogy ezt viszonozzuk magának. Fogadj el tőlünk ezt a csekket. Bízunk benne, hogy ez az összeg a jövőben is eredményes munkára fogja inspirálni. Igazán nagy megtiszteltetés. Noha a szüleim eddig is minden erejükkel igyekeztek segíteni, ez a pénz lehetőséget teremt ahhoz, hogy megvalósítsam további ötleteimet, melyek még jobbá tehetik a jelen és a jövő generációinak az életét, valamint esélyünk lehet... Na hát, ez csodálatos. Igazán nagyon köszönjük. Ezennel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy néztek minket. Jó éjszakát! És ennyi! Álljunk le! Köszönjük, végeztünk! Mára ennyi volt. Holnap reggel innen folytatjuk. Ügyes voltál, fiam. Szép volt. Na, gyere csak. Lássuk azt a csekket. Hozzon valaki egy kávét. Nekem is. Jól van, erről van szó. Na, hívj egy taxit, azzal menj haza. Útközben vegyél magadnak vacsorát. Nagy taxit hívj, hogy elférjen benne a csekk, ha? Édesem, gyere, menjünk! A holnapi anyag készen van. Meg kell kérdezni erre. Mindre mindenki legyen itt. Szia, mama. Rendben. Koszlov professzor, ugye milyen izgalmas volt? Azt hiszem, holnap... Hallgass ide, fiam! Mi történt? Te már nem vagy gyerek, holnap betöltöd a 18-at. Tudom. Ez azt jelenti, hogy már nincs szükséged mentorra. Micsoda? Hát nem hallotta a beszédemet? Tele vagyok tervekkel, folytatnunk Paul, kell a munkát... Paul, kérlek, várj! Nézd, Paul, én rendkívül büszke vagyok rád. Nagyon élveztem a közös munkát, de értsd meg! Te már kinőttél abból, hogy a tanítványom légy. Most ideje, hogy magadra hagyjalak. De hát hová menne? Úgy értem... Maga az én mesterem. Várjunk, azt nem az én... Szülinapi ajándék. És most ég veled. Jól sikerült a műsor, igaz? Menjenek csak, biztosan... Sok a dolguk. De, hát ez... Ez a... Édesapámat akkor láttam utoljára. Két évvel később, 1958 tele. Apám hirtelen távozása és anyukám betegsége következtében anyagilag nehéz helyzetbe kerültünk. A gyógykezelés olyan sokba került, hogy el kellett adnunk a házat. Nekem pedig fel kellett hagynom a kutató munkával. Mire az utolsó vasunk is elfogyott, nyilvánvalóvá vált, hogy mit kell tennem.
Szabadalmaztatom és pénzét teszem a találmányaimat. Így kifizethetem a felgyülemlett adósságokat és anyukám gyógykezelését, illetve végre folytatom a félbehagyott munkámat. Sajnálom, Paul, de a versenyszabályok és a szerződés értelmében a kapott ösztöndíj fejében a találmány tulajdonjoga az Ifjú Feltalálók Egyesületét illeti meg. Ó, na és mi a helyzet a többi találmányommal? Azokat is eladnám. Hát az a nagy helyzet, hogy az édesapja ezt már megtette. Még évekkel ezelőtt. Eladta őket. Nem voltunk pénzszűkében. A következő két év még több csalódást hozott. Hiába próbáltam szabadalmaztatni a találmányaimat, azok sorra a korrupció és a kapzsiság áldozatai lettek. Végül már csak egy ötletem maradt. A kocka. Ez volt az utolsó mencsváram. Sajnálom, Mr. Leonetti, de bármiféle banki kölcsön csak akkor jöhet szóba, ha elárulja nekünk, hogy mire kívánja fordítani a pénzt. Már elmondtam, én feltaláló vagyok. Ehhez eszközök kellenek, amik pénzbe kerülnek, ezért fordultam önökhöz kölcsönért. Nézze, mi nem jótékonysági intézmény vagyunk. Először is látni akarunk egy írásos költségvetést, hogy tudjuk, mire fogja költeni a pénzünket. Aztán szükségünk lesz valamiféle biztosítékra. Mr. Leonetti. Paul, szólíthatom magát Paulnak? Igen, végtére is ez a nevem. Azt hiszem, ezeken az ötleteken még egy kicsit dolgoznia kéne. Ezt gondolját jobban. Aztán jöjjön vissza, ha fel tud mutatni valami kézzelfoghatót. Kézzelfoghatót? Magának elképzelése sincs arról, micsoda jelentőséggel bír ez a találmány. Hogy micsoda lehetőségeket rejt magában. Emberi mi voltunkat, létezésünk magját érinti. Nem, sajnálom. Túl sokat mondtam. Kérem, inkább folytassuk. A szükséges iratok magánál vannak. De hol? Hát itt. A jegyzeteim itt vannak az orra előtt. Azt hitte, elárulom, hogy mik az ötleteim? Adjam ki a kezemből, hogy ellophassa tőlem. Kérem, uram, ne nézzem madárnak! Ugyan már, Mr. Leonetti, senki sem fogja ellopni az ötleteit! Úgy gondolja. Ezt itt 12 éves koromban találtam fel. Ezt pedig 14 évesen. És ezt 16 évesen találtam fel. Mind az enyém volt, de ellopták!
pont az ilyen magafajták lecsaptak mindegyikre! Mr. Leonetti! Benne kérem. Voltak mind! A rendőrség, a postások, mindenki! Magukat is az állam pénzeli egytől egyig! Hiba volt ide jönnöm! Ebben egyetértünk, Mr. Leonetti! Nincs az a pénzügyi intézet az országban, aki egy vasart is adna magának! Nem kéne aláírnom valamit? Johnny, add oda neki! Kinek nézed engem? Nem kell semmit aláírnod, Póli, erre nincs szükség. Mi barátok vagyunk. Tudod, Póli, apád rendes ember volt. Jól megértettük egymást. Nagyon számítunk rád. Elvárom, hogy valami nagyot alkoss. Nem kell sokat várnia. Három... Nem is. Két hónap és kész vagyok. Majd jelentkezünk, Póli. Hallottatok már ilyet? Eszembe tegykölyök. Az. Uraim, sajnálom, amiért nem tudtam időben visszafizetni a kölcsönt, de előre nem látható akadályok merültek fel. Bízom benne, hogy ez nem lesz kedvezőtlen hatással a hitelminősítésemre. Dél-Kalifornia. Neve CSI. Forradalmi újítások révén javítunk mindannyiunk életminőségén. A legkiválóbb elmék nálunk dolgoznak. Mi korszakalkotó ötleteket váltunk valóra. CSI. A jövő vívmányai a jelenben. A költözés után megnyugodott a lelkem. Új életet kezdtem, nevet változtattam, így végre zavartalanul dolgozhattam. Hamarosan elkészült a prototípus. Ezek után levélben fordultam az ország legnevesebb befektetési vállalkozásaihoz. Többek között a CSI-hez. Abban a reményben, hogy egy ilyen jelentős találmányt csak nem hagynak figyelmen kívül. Nem volt más dolgom, mint hogy a munkára összpontosítsak. De ahogy az lenni szokott, a sikerhez vezető úton az ember néha zavaró tényezőkbe botlik. Kérem, ne jöjjön közelem! Uram! A telefont! Nézze, nincs telefonom, kérem, távozza! Telefon! Innen nem tud telefonálni, értse meg! Telefonálnunk kell! Itt nincs telefon! Kérem, tartsa nekem ezt a számot! Yeah.
Hiba. Egyszer az unokatestvérem is bekerült ebbe az újságba. Ugyan? Azelőtt egy senki volt. Mint maga vagy én. Aztán egy csapásra híres lett. Soha többé nem hallottunk felőle. Mai témánkat. Beszélgető társaimmal azon vitázunk, milyen hatást gyakorol társadalmunkra, ha a kommunista párt tagjai egyetemi tanárként dolgozhatnak. Sokan jönnek a polgári szabadság jogokkal. Kik ezek az agyamentek? Na, ezek csak beszélnek. Lényegtelen. Itt az igazi agyament. Ne viccelj, már ártalmatlan. Szerintem nincs ki a négy kereke. Figyelem, egész este más sem csinál, mint idegesen jegyzetel a füzetébe. Aztán itt ez a többi bunkó. Már alig várom, hogy végezzek. És alig ad borravalót. Szerintem helyes, pasi. Jó estét! Ah, oh, hello! Jó estét! Úgy sejtem, maga feketén issza. Tévedtem. Igen, kávét azt fogok kérni, illetve egy szelet sültbékönt, egy szelet sonkát, és utána egy áfonyás muffint legyen kedves. Az áfonyás elfogyott. Jó lesz a csokis? Jó felőlem. Ja, és kisasszony, kaphatnék egy kis sót? Hogyne. De ugye tudja, mit mondanak a sóról? Ó, én nem használok sokat, de a só kihozza az étel valódi ízét. Igaz lehet. Meg aztán tartósítószer az életünket is meghosszabbíthatja. Ezt a főiskolán tanulta? Mindig igyekeztem széleskörű ismeretekre szert tenni, de valójában gépészmérnök a végzettségem. Úgy gondoltam, ez az a szakterület, amelyen leginkább lépést tarthatok a technológiai fejlődéssel. A kommunista rendszer kudarcra van ítélve. Képtelen ideák mentén felépített világnézetük egy valóságtól elrugaszkodott életet próbál kialakítani. Szabad világunkat is megpróbálják megmérgezni ezekkel a beteges eszmékkel. Résen kell lenni. Nem hagyhatjuk, hogy ezek az emberek megfertőzzék az elménket ezzel a kommunista propagandával. Levele jött, uram. Kedves Mr. Headley, a CSE kissé kétkedve olvasta az utóbbi hónapokban írt képtelen állításokkal teli leveleit. Ötletei azonban mindenképp figyelemre érdemesek, bár a forradalmian új jelzőt túlzónak tartjuk. Javaslatunk a következő.
Kiküldjük önhöz egyik képviselőnket, aki megvizsgálja az ön által készített prototípust. Hajlandók vagyunk adni magának egy esélyt, és bízunk benne, hogy nem fog csalódást okozni. Üdvözlettel, Ronald J. Whittaker, a CSE elnöke. Évek óta nem éreztem ilyen izgatott várakozást. Tudtam, hogy karnyújtásnyira van a cél. Már csak egy apró, de létfontosságú módosításra volt szükség, és fogytán volt az időm. Te szerencsétlen! Hagyj békén, nem az ő hibája volt! Ne nyújj hozzám! Négykor jövök érte. Nem szükséges! Bocsásson meg, uram, de... Mi az? Most meg mit bámul? Ott van magánál. Az akta táskájában. Hello, Paul. Rég nem láttam. Hogy van mindig? Újabban otthon dolgoztam. Tudja, van egy határidős munkám. Otthoni munka? Mégis mivel foglalkozik? Hát, hogy is mondjam, én a féle feltaláló vagyok. Hát ez különös. Feltalálóval még sosem találkoztam. Ismerhetem valamelyik találmányát? Néhány apróságot talán. És mondja, mit csinál a szabad idejében? Úgy érti, ha nem itt dolgozom. Színésznő vagyok. Komolyan? Szóval filmekben szerepel? Inkább színdarabokban játszom. Úgy néz ki, beválogatnak egy kísérleti darabba, ami arról szól, hogy... Bocsásson meg, ennyire untatom. Dehogy, nem, egy cseppet sem csak... De... Mi az? Hát, ha itt dolgozik, meg színészkedik is, akkor társasági életre nem nagyon marad ideje. De nehogy azt higgye, hogy most randevúra hívom, vagy ilyesmi. Elhívhatná a barátját, és csinálhatnánk valamit együtt. Hát, ez attól függ, pontosan mi lenne a program? A szokásos, esetleg egy vacsora. Szokott vacsorázni? Aztán egy mozi, vagy egy színdarab. Ez nem szokványos egy kicsit. Maga nem egy szokványos pasi. Meséljem. Milyen találmányon dolgozik? Hát, igazság szerint nem szokásom. Egyszer szívesen megnézném. Sokat jár ide. Megkérdezhetem miért? Hát, nem is tudom. Itt valahogy olyan jól érzem magam. Meg aztán szívesen nézegettem a... Igazán szép ez a... Ez a nagy óra. Ó, hát persze, valóban szép darab. Hozok egy rongyot. A megoldás ott volt az orrom előtt. A hiányzó láncszem. Mondom én, hogy bolond. Én itt vagyok, te hol vagy? Na essünk túl rajta, gyere ide, mielőtt elvesztem a türelmet. Egyedül nem tudom megcsinálni. Hát.
Jól van, na, sajnálom, hogy kiabáltam, csak tudod, azt ígérted, éjfélre itt leszel, és... Persze, hogy azt akarom, hogy csinos légy, kicsim. Jól van, csak igyekez, rendben? Én is szeretlek. Szia! Gyorsan be kellett fejeznem a munkát, hogy működés közben letesztelhessem a szerkezetet, még mielőtt a CSI munkatársa megérkezik. Nem volt vesztegetni való időm. Elérkezett a pillanat. Tudtam, hogy ha egyszer elindítom a folyamatot, onnan már nincs visszaút. Thank you.
Áú! Jóformán nem is ismerem a lányt. Elképzelésem sincs, hogy mit keresett a lakásomban. Sötét volt, és egyszer csak zajokat hallottam. Azt hittem, betörő van a lakásomban. Féltettem a testépségemet. Azt hittem, ki akarnak rabolni. Amit csináltam, azt önvédelemből tettem. Baleset történt. Az ilyesmiért nem kerülhet börtönbe az ember. Persze, nem tett semmi rosszat. Na, örülök, hogy ezt tisztáztuk. Igen, ez nagyszerű. Ha helyesek az adatok, akkor alul kérem írja alá. Köszönöm. Az ütés olyan nagy erejű volt, hogy két csoda, hogy életben van. A röntgenfelvételeken jól látható a sérülés, a csontozat több helyen is megrepett. A műtét javíthat az állapotán, de azzal tisztában kell lennie, hogy ő már soha nem lesz olyan, mint az előtt. Sajnos maradandó nyomai lesznek. Sajnálom, hogy ilyen rossz híreket kell közölnöm. Ez egy borzalmas baleset, Mr. Reynolds. Annak minden esetre örülnünk kell, hogy a szedcsontja nem törött el, ami az ő korában veszélyes lenne. Jenny maradéktalanul fel fog épülni, ezek leginkább felszíni sérülések. Szerencsére a támadója nem volt jó erőllétben. Mikor tér magához? Sajnos ezt egyelőre nehéz lenne megmondani. Agysérülést nem szenvedett, a koponyacsont sem törött el, itt csak idő kérdése. Köszönjük, doktor úr. Szívesen. Mr.
Bradley! Hey! Hey, álljon csak meg! Tudta, hogy patkány van az épületben? Lehet, hogy több is van. Azelőtt sosem volt ilyen gond. A jövő héten jönnek a patkányírtók. Be kell engednem a lakásba? Hát persze, nyilván. Ha csak maga nem akar patkányokkal élni. Mi a fene van veled? Miért nem akarsz működni? Hol rontottam el? Nem tettem meg neked mindent. Csak nem a lány zavar. Féltékeny lennél? Ő nem jelent számodra veszélyt. Miért vagy ennyire nehézkes? Túl sokat kérek tőled! Vessük véget az egésznek! Bocsáss meg. Nem mondtam komolyan. Nélküled nem lenne semmi. Szükségünk van egymásra. Az én hibám volt. De helyrehozom. Minden rendbe fog jönni. Megölte azt a lányt. Kómában feküdt. Nyilatkozna az ügyben? Na jól van, elég volt. Mr. Hadley? Igen? Kérem, nyissa ki az ajtót. Most inkább nem nyitnám ki. Kopnyomozó. A társam Rhys. Rhys nyomozó vagyok. Jól értettem, azt mondta, Kopfa neve? És maguk zsaruk? Ez német név? Igen. Na és? Wissen Sie sogar, was dies ist mit ihm? Tessék? Sejtettem. Súlyos testi sértés és gyilkossági kísérlet ügyében micsoda? Nyomozom. Igen, más testi épséget vagy egészséget sértő. Le vagyok tartóztatva? Nem, nem. Vád alá helyezés még nem történt. Egyelőre csak vizsgálódunk az ügyben. Gyilkossági kísérletet mondott? De hát baleset volt. Olvastuk a vallomását, de Leonard Boxworth-szel kapcsolatban volna néhány kérdésünk. Micsoda? Az meg ki? Mr. Boxworth. Szemtanúk egyik este itt látták magukat. Igen, hangos szóváltásba keveredtek egymással. Az úr segítséget kért magától. Emlékszem rá, erőszakoskodott, én pedig kitettem a szűrét, azóta nem láttam. Igen, azóta senki sem látta. Bizonyára megérti, hogy ez némi gyanúra ad okot. Ahogy a maguk látogatása sem kevésbé gyanús. Mr. Hadley, bemehetnénk? Mégis mivel tudják bizonyítani, hogy önök valóban a rendőrei? Az a jelvény hamisítvány is lehet. Maguk akárkik lehetnek. Távozzanak, mielőtt hívom az igazi rendőröket. Ide figyeljen, Paul! Most tisztázhatná magát. Mit is mondtak a testi sértésről? Ez itt potenciálisan egy bűntényhelyszíne. Jogunk lenne lezárni az egész emeletet a nyomozás idejére. Szóval, ha jót akar magának, azt javaslom, hogy működjön együtt velünk. Nem akarunk magára ijeszteni, Mr. Hadley, de súlyos testi sértésért akár 24 hónapi börtönbüntetést is kaphat. Ha pedig a lány életét veszti... Jobb lesz, ha most elmennek. A maga érdeke is azt kívánják, hogy bevallja a történteket, mielőtt lezárul nekem a nyomozás. Nekem most erre nincs időm. Ha nem enged be, házkutatási végzésre térünk vissza. Magára törjük az ajtót, és úgy felforgatjuk a lakását, hogy kőkövön nem marad. Sajnálom, de most nem érek rá is, mivel házkutatási engedély nélkül jöttek, így attól tartok, nincs miről beszélni. Jó napot! Hm?
Ne, nyugalom, nyugodj meg, Hoff, ne félj, nincs hova mennie. Én nem bízom ebben a fickóban. Nincs, ha valami őrültséget csinál. Te senkiben sem bízom. Fasiszták! Gyere, szólunk Stanley bírónak. Ő ki fogja adni a végzést? Legrosszabb esetben hívjuk Charles bírót. Jesszusom, te hány bírót ismersz? Tudtam, hogy vissza fognak jönni. Nem volt sok időm. Szét kellett szerelnem a találmányt, nehogy a kormány emberei kiszimatoljanak valamit. Túl közel volt a cél, minden veszélyforrást ki kellett szűrnem. Sohasem volt ilyen hatalmas a kommunista veszedelem. Kémeik az élet minden területére beszivárogtak. Ott vannak iskoláinkban, hivatalainkban. Már senkiben sem mintha. A CSC közelgő látogatása miatt egy újabb költözés kivitelezhetetlen lett volna. De szerencsére kifejlesztettem egy védelmi rendszert, melynek az volt a lényege, hogy minden alkatrészt megszámoztam, majd készítettem egy kódolt összeszerelési útmutatót, amely később jelentősen megkönnyítheti a munkafolyamatot. Országunkban egy ideológiai háború dúl, és nekünk meg kell védenünk magunkat. Veszélybe kerülhet az, ami számunkra a legértékesebb, a szabadság. Ne gondoljuk, hogy a kormányunk ártatlan. Ők építették fel ezt a félelemgyárat, hogy ezáltal irányíthassanak, manipulálhassanak minket. A nácik ugyanezt csinálták. Állandó megfigyelés alatt tartanak minket. Az ellenség a közelünkben van. A barátság állarcát viseli, mosolyjal az arcán támad hátba bennünket. Azonnal lépnünk kell, hogy megvédjük értékeinket. Nem tudni, kiben bízhatunk és kiben nem. Itt élnek közöttünk, van, hogy közelebb, mint hinnénk. Ha nem szabadulunk meg tőlük, ha nem taszítjuk ki őket társadalmunkból, annak beláthatatlan következményei lesznek, hatalmas károkat okozhat. Hiába próbálunk bezárkózva élni, ugyanis ők megtalálják a módját, hogy behatoljanak. Ellenségeink addig nem nyugszanak, míg be nem férkőznek otthonainkba. Ezeknek a gazembereknek azonban nem csupán tárgyi értékeinkre fáj a foguk. A jövőnktől akarnak megfosztani minket. Ne dőljünk be ártatlan kinézetüknek. Ők sosem azok, amiknek kiadják magukat. El kell pusztítanunk a gonoszt, hogy visszanyerjük szabadságunkat. A kommunizmus egy eleve kudarcra ítélt rendszer. Képtelen ideák mentén felépített világnézetük egy valóságtól elrugaszkodó életet próbál kialakítani. A mi szabad világunkat is megpróbálják megmérgezni ezekkel a beteges eszményekkel. Tényleg van egy patkány. Nem hagyhatjuk, hogy ezek az emberek megfertőzték az elménket. Mit akartok már megint? Mi van már? Gyilkos? Nem! Én nem vagyok gyilkos, halljátok! Ezt ők csinálták! Én is áldozat vagyok! Feltaláló támadta meg a fiatal nőt. Mit csinál? Hagyja abba! Hagyja abba! Elnézést, uram! Hol? Te vagy az? Hol Leonetti? Meg sem ismersz! Én vagyok az Vladimir, a régi mestered! Hagyjon az én nevem, Hedley! Igen, tudom, láttam az újságban, csak nem bajba keveredtél. Pedig okos fiú vagy te, egy zseni, tudsz róla? Tessék, várj csak! Nesze, tessék meg csak el, ez mindig segít a bajban. De mesélj, mi van veled, mi történt azzal a nagy ötleteddel? Igen, elloptam a terveidet, de Oroszországban a legkiválóbb elmék sem voltak képesek felépíteni ezt a... Ugye tudod, miről beszélek? Melyik találmányodról van szó? A kockáról. Bonyolult, összetett szerkezet. Megelőzte a korát minden szempontból, forradalmi, de mondd csak el, Paul, áruld el! Építettél prototípust? Hedley! A nevem! Hedley! Leonetti a neved. Leonetti.
Hé, kemény fiú! Mit műveltél Jennyvel, te mocsok? Nem tudtam, hogy ő az! Betört hozzám! Azt hittem, hogy egy tolvaj! Betört? Mi? Ne hidd, hogy ezt bárki beveszi! Miért akarna betörni egy ilyen szaros porfészekbe? Csak azt bánom, hogy nem intéztelek el hamarabb! Nem tudom, mit akartál itt csinálni vele, de ezzel nekem is keresztbe tettél, és kellemetlen helyzetbe hoztál! Mondtam neki, hogy ne kezdjen veled! És most csúnyán megleckéztetlek! Hé, Goff! Ezúttal próbálj uralkodni magad. Hé, Hedley! Meghoztuk az engedélyt, amit hiányolt. Most már beengedne? Mindjárt más. Ajtót kinyitni! Hedley! Megnézhetném a házkutatási... Itt azt írja... Fogja be a száját! Ezúttal... Akkor fog beszélni, ha kérdezünk valamit. Mik ezek itt, Paul? Mit rejtettel ide? Csak nem meg akart pattani a városból. De, hogy csak kicsit átrendezem a lakást, semmi több. Kérem, azokat ne dobálja, fontos alkatrészek, és ha bajuk esik, jogom akkor... Jogom van hozzá, Paul. Ne hátráltassa a munkát. Attól, hogy van engedélyük, még tiszteletben kell tartaniuk az értékeimet! Mondtam, hogy egy szót se halljak. Hey, Cobb! Hé, a szentség itt neki. Azt hiszem, itt találtam valamit. Felállni. Álljon fel! Mi történt itt, Paul? Mi csinált azzal a lányjal? Azt tudjuk, hogy alaposan helyben hagyta. Mivel csalogatta ide, vagy felhurcolta őt? Magától jött. A fizetemet hozta utánam. Várjunk csak. Eddig azt mondta, hogy betörőnek hitte itt van. Azt hittem, valaki meg akart melyik támadni. Melyik az igaz? Ez egy félreértés volt. A hazugsággal csak árt magának. Abban az esetben, ha Jenny magához tér... Ha meghal... Nekünk kézre kell keríteni a tettest. Kérem, higgyenek nekem! Véletlenül volt! Nem tudtam, hogy ide jön a pasi! Pasi? Miféle pasi? Nem érte maga, Boxverse-ről beszél. Itt vagyok! Kiről beszél? Ki járt még itt? Kopf, mennünk kell! Miért? Mi történt? Sürgős! Mennünk kell! Most, rögtön! Sürgős. Kedves Mr. Hedley, örömmel olvastuk levelét, a lelkesedése igen bíztató.
Egyik munkatársunknak ott lesz dolga azon a környéken, ahol maga lakik, ezért 12-én csütörtökön ellátogat magához, hogy megnézze a prototípust. Utóirat? Őszintén reméljük, hogy nem csak az időnket vesztegetjük. A tervrajz. Hol van? Nem az ő hibája volt, nem akart bántani engem. Hogy mondhatja ezt? Kis híján megölte magát. Nem volt jogom bemenni a lakásába, nem számított rám. Biztos megijedt, és azért tette. Ha nem emel vádat, akkor ejtjük az ügyet, egyezik a két sztori. Én tehetek az egészről, sajnálom, hogy gondot okoztam. Kérem, ne mentegetőzön. Maga igazán nem tett semmi rosszat. Én akkor is kétlem, hogy ez a pasas ártatlan lenne. Nincs ellene semmi bizonyítékunk. Az nincs, ez igaz. Ugyanakkor a szomszédok beszámolója elég nyugtalanító. Hát egyik este állítólag összeszólalkozott a ház tulajdonosával. Azóta senki sem látta az asszonyt. És akkor ott van az eltűnt személyügye. Az autóját Paul háza előtt találták meg. Na és? Egyesek látták az illetőt bemenni Paul lakásába. Nem értem, miért zaklatják szerencsétlen embert. Nem kell félned, már nem bánthat téged. Ne érezd úgy, hogy meg kell védened. Maguk tévednek. Szegénynek pokollá tették az életét. A kapcsi veszedelem mindannyiunkat éri. Eltulajdonítják a javainkat, elferdítik a gondolatainkat. Az irányításuk alá akarják vonni az életünket. És mindez miért? Hogy elvegyék tőlünk a szabadságunkat, hogy leigázzanak, láncba verjenek és rabszolgákká tegyenek minket. Addig nem nyugszanak, amíg le nem rombolták a szabad világ összes vívmányát. Újabb telefonáló van a vonalban. Hallgatjuk róla. Maximálisan egyetértek. Ezek összeesküdtek ellenünk. Már évek óta próbálnak tönkretenni engem. Valóban? Törbe csaltak, zaklatnak, próbálnak megfélemlíteni, hogy vallomást tegyek. Ezzel nincs egyedül. A legtöbb ember azt nem érti meg, hogy hazugság az egész. A kommunisták, a nácik, sőt, a mi demokráciánk mindegyik mögött ugyanaz a gépezet áll. Ezek a hatalmak egyesült erővel szövetkeznek ellenünk. Módszerük a hamis félelemkeltés. Figyelnek és várják, hogy elővillancsam a gyenge pontomat, de én nem hagyom magam. Hol maga ízig-vérig amerikai? Erősnek kell maradnom. Hölgyeim és uraim, egy kiváló hazafit hallottam. Mit gondolsz? Ez a vörös folt lesz az? Ja, szerintem is. Oda lent meg mi folyik? Ördögi cselszövés. Semmi kétség.
felirtó vagyok. Ja, igen, persze. A patkányok. Jöjjön be! Rám fáj a foguk. Ne nézzen körül, és ne nyúljon semmihez. Dolgozom. Nincs olyan patkány, amit én ne ismernék. Ártalmatlan jószágok. Nem bántanak ők senkit. Csak arra vágynak, hogy nyugta hagyják őket. A patkányok olyanok, mint mi. Nem akarnak más, mint hogy békében élhessenek. Legyűgöző állatok, igazi túlélő faj. Szorgalmasan dolgoznak, összegyűjtik a szemetet, és abból építik fel apró erődjeiket. Amiket aztán minden áron megvédenek. Eureka! Én akkor is aggódom érte. Igen, tudom, de nincs rá okod, talpra esett lány. Nem tartod ezt egy kicsit furcsának? Holnap én is vele megyek. Ne, ezt egyedül szeretné végigcsinálni. Ez kell a lelkének. Nézd, én tudom, hogy ő már egy felnőtt nő, de én akkor is aggódom érte. Mindannyian aggódunk. Mi ez az egész? Oh, hello! Megkínálhatom egy itallal? Úgy hívják, hogy pop-tap. A buborékoktól duzzadó fémdoboz találóbb lett volna, de a marketingesekkel kár vitázni. A doboz gyártási költsége minimális, ez az üdítőital kiszerelés jövője. Egy igazi aranybánya. Ki vagy te? Ezek az én találmányaim! Már megbocsásson, de azt hiszem maga félreértésben van. Ezek az én találmányaim. Én szabadalmaztattam őket. Sajnálom, de oda nem nézhet be. És miért nem? Mind az enyém! Szigorúan titkosak. Na persze. Oda nem ülhet. És miért nem? Rászolgáltam erre. Uram, maga betolakodott az otthonomba. Ez az én életterem. Próbálok vendégszeretni. Ne is haragudj, barátom, de te nagyon tévedsz.
Itt minden az enyém. Évekkel ezelőtt ellopták tőlem, és most azért jöttem, hogy visszavegyem. Már emlékszem magára. Maga volt Paul Leonetti, a zseniális csodagyerek. Régen maga volt a példaképem. Felnéztem magára. De aztán megváltozott. A gondolatai egyre sötétebbek lett. Sötétebbek? Ezt hogy érted? Nem akarom megbántani, de élénken emlékszem rá. Az újságok is írtak róla. Maga megőrült. Az elgondolásai elferdültek és értelmetlenek lettek. Én ezt most látom először. Az ellenfeleim így próbálnak elhitelteleníteni. Ellenfelek? Ezt nem értem. Pedig nagyon is logikus. Az én kudarcom nekik tiszta haszon. Az én munkából gyerészkednek. Miért haszon nekik a maga kudarca? Ilyen nehéz a felfogásod? Lenyúlják a terveimet. Övék lesz a haszon, én pedig hoppon maradok. Értem. Szóval azt gondolja, hogy ennyire értékes a maga munkája. Ne próbálj provokálni engem! A zsenialitásom komoly veszélyt jelent számukra! Ezzel a kényszerképzettel palástolja a saját kudarcait. Ez csupán illúzió. Miféle illúzió? Ez itt a valóság? A kémek. Az összeesküvések. Paul, ha maga tényleg a hatalom útjában állna, akkor miért nem tették el láb alól? Azt nem tehetik, az túl átlátszó lenne. Engem mindenki ismer, én vagyok a csodagyerek, Paul Leonetti! Sajnálom, Paul, de ez sem igaz. A lejtőn akkor indult el, amikor az apja lelépett. Nincsenek esküdtellenségei. Nincsenek? Ez biztos? Én bíztam az emberekben. Hittem abban, hogy létezik jóság és tisztesség, de az élet megtanított arra, hogy a világ tele van gonoszsággal. Ez nem így van. A saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy a világot a kapzsiság és a hazugság uralja. Na és a bizalom, a becsület és a közjó? A jólét, a gazdagok kiváltsága. A becsület egy mítosz, a bizalom pedig a hatalom fegyvere a gyengék irányítására. Sokra vihette volna. De mára csak a kifogások maradtak. Hogy mondhatod ezt? A zsenialitásomra itt vannak a példák! De ezt milyen áron érte el? Mit áldozott fel mindezért? Semmit. Pedig csak segíteni próbált. Átlátok ám a szitán. Te is velük vagy. Nem veheted el tőlem azt, ami az enyém. Én vagyok az áldozat. Mert azt csinál magából. Kérem, higgyen nekem, Paul. Hazudsz, ez a lány hibája volt. Nem. De igen, itt tökéletes vagyok. Ez itt mind az enyém. Nem veheti el tőlem senki. Sem a patkányok, sem a ruszkik, sem a rendőrök. Ez az utolsó. Megragadom a lehetőséget, és nem hagyom magam. Nem állíthat meg senki! És legfőképpen nem te! A CSC-től jöttem, hogy megnézzem a találmányát. Hogyne? Hát persze, jöjjön csak be! Üljön le! Oh, köszönöm. Tudja, gondoltuk, az lesz a legjobb, ha megnézem, miről is. Ez lenne az? Igen. Ez itt a gépezet. Ez valami tréfa? Amit itt látok, az egy halom fém hulladék. Ezúttal tényleg túlment minden határon, Mr. Hedley. A CSC egy komoly vállalat. Befolyásos partnerekkel, és maga a bolondját járatta velünk. Csak az időnket vesztegette. Képes volt ide rángatni, hogy megmutassa ezt a... Minek is mondjam. Én tudtam. Úgy tudtam, hogy ez lesz a vége.
Biztos benne? Hát persze. Nagyon megviselhette őt az eset. Nézzék, nincs szükségem kíséretre. Paul nem veszélyes. Pedig a többiek mondták, hogy felesleges ide jönnöm, mert maga egy eszement. Én hittem magában, de már látom, hogy kár volt. Hol álljon meg? Dobja el! Tegye le szépen! Azt hiszem, most már tudom, mi vonza ide a patkányokat. Azt mondtam, dobja el! Le van tartóztatva! De hát baleset volt! Hassal a földre! Maguk nem értik, én nem csináltam semmit! Ez baleset volt! Sajnos ez még nem minden. Ez gyalázat! Itt van a tulajdonos asszony is becsomagolva. És egy másik oszlásnak indult holnap. Nem követtem el semmi rosszat! Nincs joguk letartóztatni! Kopf! Engedjenek! Hedlit rád bízom. Engedjenek el! Beszólok a központba. Kérem! Ne! Ez lehetetlen. Fogalmam sincs, hogy kerültek oda. Feltaláló vagyok. Én egy légynek sem tudnék ártani. Négy holttestet találtunk. Az egyik nyilván Bugsworth. Ne! Én nem öltem meg senkit! Nem én voltam, esküszöm! Higgyenek nekem, direkt rám terelték a gyerek! A kommunista veszedelem mindannyiunkat érint. Ezek mindentől meg akarnak fosztani minket. A kocka. És hogy mi a céljuk mindezzel? Egyszer szívesen megnézném. Hogy elvegyék tőlünk a szabadságunkat, hogy leigázzanak, láncba verjenek és rabszolgákká tegyenek minket. Eltulajdonítják a javainkat, elferdítik a gondolatainkat, az irányításuk alá akarják vonni az életünket. Újabb betelefonáló van a vonalban, hallgatjuk. Színésznő vagyok. Kémeik az élet minden területére beszivárogtak. Ott vannak iskoláinkban, hivatalainkban. Országunkban egy ideológiai háború dúl, és nekünk meg kell védenünk magunkat. Veszélybe kerülhet az, ami számunkra a legértékesebb. A szabadság. Állandó megfigyelés alatt tartanak minket, az ellenség a közelünkben van, a barátság állarcát viseli, mosolyol az arcán, támad hátba bennünket. Azonnal lépnünk kell, hogy megvédjük az értékeinket. Nem tudni, kiben bízhatunk és kiben nem. Hiába próbálunk bezárkózva élni, ugyanis ők megtalálják a módját, hogy behatoljanak. Ellenségeink addig nem nyugszanak, míg be nem férkőznek otthonainkba. Ezeknek a gazembereknek azonban nem csupán tárgyi értékeinkre fáj a foguk. A jövőnktől akarnak megfosztani minket. De nekünk ragaszkodnunk kell az elveinkhez. Meg kell védenünk az ideológiánkat. Нет. Время выбрано идеально. Szerencsémre e csodálatos országban felelős kormányunk nagy becsületnek örvendő köztisztviselői áldozatos munkájukkal megteremtették a biztonságos élet feltételeit. Mindez nagyban hozzájárult tudományos munkám sikeréhez. Ezért nagy hálával tartozom édesapámnak, e nagylelkű, becsületes embernek, akit mindig is példaképemnek tekintettem. Remélem, sikereim másokat is szorgalomra inspirálnak. Szeretnék köszönetet mondani mesteremnek és jó barátomnak, Koszlop professzornak. Az ő iránymutatása meghatározó volt munkám során. Nélküle biztosan nem tudtam volna ilyen eredményeket.
Magyar szöveg Tóth Balázs, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Molnár Magdolna, szinkronrendező Gál Erika. A szinkron az SPA International megbízásából a Laborfilm szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.